Nagyon kellemes, szép napot nektek. Sziasztok, az M3 Autóparkban koncertóval leszünk itt a háttérben. Hadd mutassam be nektek az Opel Astránkat, ami egy gyémánt felszereltségű darab, SI motoros. Ez egy 85 lóerős ugye, motor, 8 szelepes moci még a hőskorban. Egy nagyon megbízható, nagyon jó kis motor. Egész sokáig vezették a szervizkönyvét, itt látjátok, Feri és Peti már föllapozták a ezen dolgait. Vannak benne gépkönyvek, leírások, minden. Az autóhoz van egy 5 sebességes manuális váltó, digitális automata, klíma, nagyon jó fűtés, eltöttem ugye egy CD rádió, ami innen kormányról is vezérelhető, és ugye ott fönt a kijelzője, felső kijelzős. Itt látom, idő van ugye, és egy külső hőmérsékletmérőt találtok. Légzsákból van elől, jobbra, balra, és van ugye oldal légzsák, azt is meg fogom nektek mutatni. 135 ezeret futott jármű, fantasztikusan szép kormány, tükrök és az ablakok elektromosan kezelhetőek. Állítható magasságú, mind a kormányosztop ugye, és mind pedig az ülés is, és ha mint mondjuk ugye két gyári kulcsa van az autónak, le is fogom állítani, mert hogy még van ott mögöttes dolog is, ugye láthatólag ABS-es, ugye ott lent jobb alsó sarokba megjelent az ABS jelzés, tankolnunk azért kellene, de azért még ketyeg a motor, és szépen veszi a fordulatot. Nézzük meg ezt kívülről befelé egy pillanatra. Ugye az ülésünk gyönyörű, nincsen kiülve, nincs kiszakítva, oldal légzsákos, és ugye állítható magassággal rendelkezik. Nézzük meg a hátsó ülést is, könyöktámaszos az ülés, fejtámlás, és itt is gyönyörű, szép, hibátlan, újszerűnek mondanám. Az autónkban ott az oldalégzsák, ezt mutattam, és egy fekete színű járgányt látok, 5 ajtóssal, nagyon szép állapotú, patkázásmentes alufelnik vannak rajta, ezek Opel márka jelzésű, eredeti gyári darabok rajta. Csomagtartója, mivel 5 ajtós, lehet jól pakolászni, benne egy jó nagy kalaptartó, sízsák, és nagyon szép tisztaság itt is. Aztán nézzük meg egy kicsit távolabbról, minden lámpatest tökéletes benne, nincs rajta kavics, sérülés, nem repett. Elől vadonatúj fékek vannak rajta, féktárcsákkal. Ezen kívül, ami még nagyon jó, és ritkaság, gyári xenonlámpás az autónk, lámpamosóval rendelkezik, és kötfényszóróval ugye, itt elő, és akkor tekintsük meg ezt az SI motort. Ezt csak ha ki tudom nyitni. Félkézzel azért nehéz, és koncertónak a keze igen gyenge. Itt a kiegyenlítő tartályunk, itt a mocink, ugye ez a 8 szelepes motor, a világ végéig tud elmenni ez az autó ezzel a motorral, hogyha rendesen szépen karban tartják. Várunk benneteket a kereskedésünkbe, az M3 autóparkba, ahol ezt ki is lehet majd próbálni, mert hogy ugye mi is kipróbáljuk ezt az autót. Következő videónk egy rövid bemutató lesz, menet közben fogunk videózni egyet vele. A végére nyomjatok légy szíves egy ilyet, köszönöm szépen, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hát ha egyszer lesz egy olyan autó, amiben bele fogtok szeretni, és el is jöttök, lehet, hogy éppen ez a viszontlátásra.